Molnár Dóra vagyok, 2006 óta dolgozom újságíróként. Pető András vagyok, a Direkt 36 egyik alapítója és jelenleg ügyvezető igazgatója. Több mint 20 éve vagyok újságíró, tényfeltáró újságírással foglalkozom. Zöldi Blanka vagyok. Több mint 10 éve dolgozom újságíróként. Sok évet dolgoztam a Direkt 36-nál, oknyomozó újságíróként, 2022 óta pedig a Lakmusznak a főszerkesztője vagyok. Gyakornokként kezdtem a Népszabadságban, aztán ott véglegesítettek, és majd a 168 óránál folytattam, annál a heti lapnál, ami aztán később szintén, ahogy a Népszabadság is, politikai okokból szűnt meg. Amikor én elkezdtem újságírással foglalkozni, akkor rémálmomban sem gondoltam volna, hogy egyszer majd olyan körülmények között kell dolgozni, hogy mondjuk a kollégáimat megfigyelik Pegazussal, vagy hogy mondjuk felépül egy ilyen masszív, robusztus propagandagépezet, amelynek az egyik feladata nyilvánvalóan az, hogy újságírókat vegzáljon, támadjon. Tényalapú újságírásra, a tényeknek a tiszteletére tényleg úgy tekintek, mint egy ilyen nagyon, nagyon szükséges közös alapra ahhoz, hogy egyáltalán tudjunk egymással beszélgetni, hogy tudjunk egymással kommunikálni. Ugye újságíróként az a felelősségünk, hogy amit leközlünk, az olyan információ legyen, aminek a valóságtartalmáról meggyőződtünk. Főleg akkor, hogyha ez egy olyan információ, ami falsúlyos, ami egyébként komoly hatással, negatív hatással lehet bizonyos emberek életére. Információkat nyilvánosságra hozott, megírok egy riportot, akkor maximálisan tartsam szem előtt azt az embert, aki a forrás. Az ő kérésük az szent. Tehát, hogyha ők azt érzik, hogy kockázatos számukra, és van egy olyan megfontolás, ami miatt ki vagyok én, hogy ezt fölülírjam, tehát akkor megyek a következő sztorira. Én szeretek beszélgetni az emberekkel, és rettenetesen kíváncsi vagyok. Mindig megpróbálok a legkiszolgáltatottabbak felől közelíteni egy történethez, akiknek a hangja tényleg nem jelenik meg a nyilvánosságban, hogyha nincs ott valaki, aki ezt föl tudja erősíteni, ezt a hangot. Én úgy írok meg egy cikket minden áldott nap, hogy mégiscsak lesz valami pozitív hatása valamikor. Azt látjuk, hogy az egyik legfontosabb küldetés az, hogy segítsünk az embereknek, hogy maguk is tudjanak például kritikusan médiát fogyasztani, tájékozódni, forrásokat ellenőrizni. Az egy első lépésnek az nagyon jó tud lenni, hogyha csak annyit tudatosítunk az emberekben, hogyha olvasnak valamit, akkor álljanak meg egy kicsit, stopp, gondolkodjanak el, hogy ez biztos, hogy igaz-e. Hogyha elvesznek a tények, akkor az emberek között nincsen egy közös alap, nem tudnak együtt beszélgetni. Hogyha nincsenek közös alapok, akkor hogyan tudnánk közösen megoldani olyan problémákat, amikre csak közös választ lehet adni. Most én emberiség szinten beszélek, hogy a klímaváltozás, vagy a nagy globális járványok. Egyszerűen muszáj visszahozni ezt a fajta közös alapot. Arról sokat beszélünk, néha talán túl sokat, hogy mennyire nehéz újságírónak lenni, meg mennyire nehéz a tényfeltáró újságírás, különösen Magyarországon, de közben meg egyébként egy sok szempontból egy aranykorát éljük a tényfeltáró újságírásnak. Nagyon érdekes, hogy a NER az ilyen értelemben hogyan támasztotta föl ezt a műfajt igazán. Tehát, hogy most már nem csak egy-két szereplő működik ezen a területen, hanem sokan vannak. És jók.